A Kecskemét és környéki polgárőr egyesületek, a városrendészek és a rendőrök ültek össze ma délelőtt a Granada Konferencia Wellness és Sporthotelben, hogy megbeszéljék egymással a következő időszak feladatait, céljait. Az évindító gyűlésen részt vett Szemereiné Pataki Klaudia polgármester is. A legfőbb téma először is, hogy a polgárok védelme, hogyan védjük meg a kecskeméti állampolgárokat, melyek azok a problémák, amelyek fölmerülnek, és ami miatt segítségre szorulnak, és a koordináció a legfontosabb feladatunk, hogy minden olyan szervezet, amelyek a polgárvédelemben szerepet játszik és feladattal bír, azok tudjanak egymásról, erősítsék egymást, kiegészítik egymás kapacitásait, hogy minél jobban le tudjuk fedni a város a közbiztonságnak az erősségét. Kovács László, a Kadafalvi Polgárőr Egyesület titkára, mint a mai megbeszélés szervezője elmondta, régóta dolgoznak együtt a rendőrséggel, szerződésben állnak egymással a rendvédelmi szervek. Szoktunk közösen járőrözni, és így jött ki ez a dolog, hogy ezt legtöbbször én szerveztem utóbbi időben, és ennek kapcsán beszélgetünk most arról, hogy az előzői tapasztalatok alapján még mi az, amit esetleg tovább tudunk fejleszteni, ami hogy úgymond elősegíti azt a tevékenységet, hogy a közbiztonság, illetve a közlekedésbiztonság kapcsán ugye felmerülhet. Ebben az együttműködésben nagy szerepet vállal a kecskeméti városrendészet is. Dr. Németh Zsolt intézményvezető arról beszélt, hogy ez a nagyfokú összefogás garantálja a biztonságot. Minden egyes településnek, településrésznek megvannak az aktuális problémái. Jellemző módon, ami ebben az időszakban elő szokott kerülni, ez a koldusok, az ehhez kapcsolódó deviáns magatartások, illetőleg a garázda jellegű megnyilvánulások, amelyek ebben az időszakban jellemző módon nagyobb számon előfordulnak, de természetesen más problémákkal is be lehet számolni, a parkolási rend, az, hogy igen jelentős számon megnövekedett a közlekedés a városban, és ezek anomáliákat keltenek. Az eseményen elhangzott, hogy ebben az évben is folytatódnak azok a közös akciók, melyek során az érintett rendvédelmi szervek együtt járőröznek, hogy megelőzzék az esetleges bűncselekményeket.